Sziasztok, jó reggelt, üdvözöllek téged, itt ma újra a csatornámon egy hétvégi vloggal, illetve már pénteken elkezdjük a vlogot, ami ma. Péntek, szombat, és lehet, hogy vasárnap, mert meglátjuk, hogy a vasárnapot belerakom el, de megyünk egy ilyen borvidékre, itt tőlünk kicsit délebre, az a neve a helynek, hogy Temecula, oda fogunk menni, és ide berakom a térképen, hogy hol van Los Angeleshez képest. Szóval egy kicsit délebre van, tök közel van amúgy Palm Springshez. Ez egy ilyen borvidék, és van egy ilyen tök jó kis hotel ott, ahol egy éjszakát fogunk tölteni, péntek estét, úgyhogy ma pénteken most reggel van, 9 óra 30, és az egész napot ott fogjuk tölteni, borkostolóra megyünk, vacsorázni, pihenni, medencézni, ilyenek, és a holnapi napon, szombaton is egész nap ott leszünk, aztán este jövünk vissza Los Angelesbe. Úgyhogy gondoltam, hogy elvisztek magammal titeket erre a mini nyaralásra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok ma velem, és kezdjük el együtt ezt a hétvégi vlogot. Most csekkolunk be a hotelba. Ez egy ilyen elég érdekes hotel, mert itt meg kellett állnunk a kocsiba, most megkapjuk a kártyákat, és akkor oda vezetünk magához a szobához. Amúgy tök jó meleg van, de valamiért én elég fázós vagyok, úgyhogy egy ilyen pulcsiba vagyok, rövid nadrággal, úgyhogy ez az outfitem, nem is mutattam nektek meg ma reggel. Úgyhogy most már csak várom, hogy a barátom megkapja a kulcsokat, és akkor visszaugrunk a kocsiba, és megyünk végre a szobához. Át fogok öltözni valamilyen kis jó kis itteni ruhába, amire illik ehhez az alkalomhoz, és megyünk valahova ebédelni, mert éhen halok. Meddig várok itt a barátomra, kicsit itt sétálok a teleken, vagy hogy mondjam ezt. Nagyon érdekes, mert látható, hogy milyen nagy, nem tudom, hogy látszik-e, majd megpróbálom mutatni a kilátást, amikor olyan helyen vagyok. De nézzetek meg, hogy milyen érdekes ez. Nem voltam ilyen szőlő vagy borvidéken, amióta az Egyesült Államokba költöztem. Megkaptuk a szobakulcsokat, és nekem a kedvenc borom az a én fehér bort szeretek, sokkal jobban, mint a vörös bort, és a Pinot Grigio a kedvencem. Okay, so we're gonna open this up right away. I'm so excited. Okay, we're going to 18. So yeah, what's the room number? 18. No. 18. This is 14. This is... Yeah, so you have to go more forward. This is 17. More. I think you can park next to the white car, actually, right here. This is 18. Okay. You see this? On the wall? It's a lizard. Oh my god. Why is it so big? Én megérkeztünk, ez a szoba, ez egy ilyen kicsit más stílusú, viszont nagyon cozy, és az ott a mosdó, csak a barátom most ott bent van. Van egy ilyen kis ülős rész, egy ilyen kis borozós rész, és a legjobb az a kilátás. Oké, sikerült. Szóval a kilátás az itt erre a szőlő ültetvényre mutat. Ez nagyon izgi. Okay, well, ez lenne a szoba, mindjárt megmutatom a fürdőt is, és meg fogjuk nyitni a bort. Megmutatom, hogy mibe vagyok. Ez a rövid nadrág, ezt nemrég vettem, ez most van rajtam először. Ez egy ilyen nagyon ilyen lenge, olyan anyaga van, mint egy ilyen ingnek. Ez ilyen rövid naci, és ráfelvettem ezt a pulcsit, mert reggel hűvös volt, de alatta van egy ilyen újatlanom, de most át fogok öltözni amúgy is, úgyhogy. De gondoltam, hogy megmutatom nektek csak, hogy mibe voltam eddig, és ez a mosdó rész. Zuhanyzó. Oh wow, the shower is huge. Wow. Oh, there's a bathtub too. It's so cute. I am so excited. So cute. Cheers. How do you like the wine? I love it. Felöltöztem. Ez az outfit, ez egy ilyen hosszú fehér ruha, hátul meg van kötve, bár lenne vasaló itt, de nincsen, egy kicsit gyűrött, de nem olyan nagyon szörnyű, szerintem hamarosan még gyűröttebb lesz, hogyha leülök benne. Szandi, és indulunk ebédelni.
Everything was good. The wine was amazing. The place was amazing. The location was amazing. And what is the name called? It's called Babajun Kebabs. Két órával később átöltöztem, és most pedig lemegyünk a medencéhez. Ez egy ilyen hosszú, ilyen, hogy mondják ezt, ilyen cover-up, és az van, hogy ahogy láthatjátok, aludtam egyet. A bor az általában engem nagyon elaltat, úgyhogy gondoltam, hogy ledőlök, aztán egy másfél órás alvás lett bőle. Úgyhogy most gyorsan ide megyünk, lemegyünk a medencéhez, most már 5 óra 30 van délután, aztán egy kicsit ott leszünk, és akkor utána megyünk valahova bort kóstolni, meg vacsorázni. Egy hosszú zuhany után végre elkészültem, és az van, hogy én azt hittem, hogy itt melegebb az idő, és én ezt az egyberuhát hoztam amúgy holnapra, hogy napközben lesz rajtam, és estére pedig egy ilyen elég elegáns, hosszú, ilyen karcsúsított ruhát hoztam, viszont ahova megyünk étterem, az egyáltalán nem elegáns, úgyhogy gondoltam, hogy akkor ezzel fölcserélem, és amúgy ez egy ilyen csőtoppos egyberuha, viszont rádobtam ezt a kardigánt, mert hűvös van kint, tehát nincsen egyáltalán meleg, úgyhogy remélem, hogy nem fogok fázni, felvettem ezt a szandit hozzá, úgyhogy remélem, hogy a lábujjaim nem fognak lefagyni. Jó reggel, most már szombat reggel van, a hajam az nincs a legjobb állapotban, úgyhogy gyorsan nekiállok helyre rakni. Tegnap nem foglaltunk le előre vacsorára semmit, úgyhogy így ugatunk rá, hogy amit találunk, az így jó lesz. Aztán kiderült, hogy ha egy ilyen winery-n akarsz vacsorázni, akkor azok már bezárnak ilyen 9 körül. Szóval az már túl késő lett volna, mert ilyen 8 körül akartunk menni vacsorázni. Úgyhogy akkor van egy, az a neve, hogy Old Town Temecula, és ez egy ilyen központi része a városnak, és ott van egy ilyen hosszú ilyen utca, ahol teli van étteremmel, meg boltokkal, és akkor ott volt egy étterem, ami sokáig nyitva volt, és ez egy ilyen nagyon olyan stílusú étterem volt, ahol alapból én szerintem soha nem gondolnám, hogy elmennék, mert egy ilyen cowboy stílusú dolog volt, és az volt a vicces benne, hogy én csak ilyen elegánsabb ruhákat hoztam, mert ugye azt hittem, hogy a winery-n fogunk majd vacsorázni. Ez viszont ilyen nagyon ilyen hétköznapi, nem volt ilyen elegáns hely. Úgyhogy akkor felvettem azt a ruhát, amit láthattatok, és lapos szandállal, mert ez tényleg így nem lett volna. De olyan viccesen néztem volna neki, úgyhogy felveszem azt a ruhát, amit alapból terveztem fölvenni. Ez volt a tegnap, de amúgy nagyon jó volt, tehát hogy ez a kaja is jó volt, az egész hangulat tök jó volt, úgyhogy egyáltalán nem volt gáz, vagy ilyesmi. És ma igazából annyit tudok, hogy most elmegyünk ugyanoda, erre a helyre, erre a részére a városnak, erre a downtown Temecula részre, és ott fogunk reggelizni, meg sétálni, tehát van boltokkal, ilyen kis butikokkal, oda be akarok menni, körülnézni, reggelizni valamit, sétálunk, meg ilyesmi, úgyhogy igazából nem nagyon tudom, hogy mi a pontos terv, de akármi történik, mindent mutatok. Most meg nem tudom, igazából a hajammal nem nagyon kell mit csinálnom, szóval úgy jó, ahogy van, nem kell ezzel szórakoznom, úgyhogy ennyi. Szerencsére ez könnyen elintézedett. Megcsináltam a sminkemet, és most pedig indulunk reggelizni, csak még fel kell öltözöm. Felvettem ezt az egyberuhát, ezt már láthattátok egyszer, azt hiszem Newporton vittem magammal, és ezzel a szandival, és most pedig, ugye itt vagyunk a teraszunkon, és itt a háttérben itt van ez az ilyen szőlő föld, hogy mondják ezt ilyen borvidék szőlőföld, szőlő. Szőlő is grapes.
Szörö. Szörö, hello vlog. Ahogy tényleg itt kilépünk, ez így itt van, úgyhogy itt megpróbálunk. Oh my god, they're a lot of... Like, how you call it? Oh, lizards. Lizard. I always want to say gecko. Yeah, you walk first. It's a lot of... Ooh, lizard. Spider webs? Are you serious? Okay, I don't. Babe, why are you taking me to the wild? It is beautiful. Yeah, I do. It's right there. I wanted to record this. Szóval ilyen vadnyulak vannak itt, erről nem is tudtunk. First I thought it was a coyote or something. So how do you like our stay so far, babe? Very relaxing. Relaxing, yeah, huh? Look at our little shadows. Get my skirt. Ding, ding, wow. Ding, ding. It's such a friendly town, no? Like everybody's so sweet. Everybody's so friendly, everything's so relaxed. It's really nice. I know. It's the best. Love you. The mountains and everything. So cute. A séta után most ide leültem a teraszra egy kicsit, és itt egy 10 percet ülünk, mielőtt elindulnánk, és megindulunk ebbe az Old Town, ez nem Downtown, hanem Old Town, rosszul mondtam, Old Town, Temecula, ez a helynek a neve. És akkor most már ki is csekkolunk innen, de már nem fogunk visszajönni, igazából teljesen fölösleges itt hagyni a cuccokat, vagy ilyesmi, úgyhogy mindent most a barátom éppen pakolja be a kocsiba, és akkor el is tudunk indulni. Szóval most csekkolunk éppen ki, és ugye ez itt van kint, ez a kis ház, és akkor itt kell kicsekkolni. The balance here, chocolate chip cookie and smoothies. So cute. Oh my god, the taste. Oh, these are so cute. Look how cute this is. I know. Two bags. One more bag. I just got it. Avocado. And turmeric. Reggelivel, aztán elmentünk erre a Farmer's Marketre, és vettem egy nagyon jó ilyen, az a neve, hogy egy turmeric latte, majd megmutatom nektek otthon, amiből ilyen nagyon jó jeges lattét lehet csinálni, és nagyon egészséges, mert van benne kurkuma, fahéj és ginger. Mi a ginger? What's ginger in Hungarian? Gyömbér. Gyömbérfor, úgyhogy abba fogok csinálni majd ilyen nagyon jó kis jeges lattékat. But you gotta tell them how you mix it with the actual milk carton. So you put 4 teaspoons. I know, I have to show it. Oh, you have to show it, okay. Yeah, we have to buy it. But I want the soy, the vanilla soy. Sure. Yeah, and then do it. És most pedig itt sétálunk itt a belvárosban, mert most hol lehet nevezni, és mindenféle boltokba be fogunk menni, körülnézni, úgyhogy ez a terv.
ebéddel, és vettünk egy csomó olívaolajat. Csomó is like a lot. Csomó is like a lot of olive oil. And, és most elmenjünk felvenni, mert nem akartuk berakni a kocsiba, mert az olívaolajnak nem jó, hogyha felmelegszik a kocsiba. Ezért azt csináltuk, hogy ott hagytuk a boltba, úgyhogy most vissza fogunk menni felvenni, mielőtt visszaindulunk Los Angelesbe. Úgyhogy most éppen oda vezetünk, bedobjuk az olívaolajat a csomagtartóba, és indulunk vissza Los Angelesbe, mert meg vagyunk hívva este valami buliba, úgyhogy haza kell érnünk időbe, akarunk aludni egy órát, és akkor elkészülünk, és megyünk este a buliba, mert nincs megállás. Right, baby? There's no stopping. We're gonna go home, take a nap, and go out again. That's right. That's how we roll, babe. Chomo vino. How do you say wine? Bor. Chomo bor. Chomo bor. No, but chomo is something that you can actually like hold. Oh, so you can hold wine. Yeah, if you say a lot of wine, you say rengeteg bor. Rengeteg. Bor. B. Little B. Oh, like bor. Like a bor. Rengeteg bor. Yep. Hallértem, lezuhanyoztam, és most éppen újra csinálom a sminkemet meg a hajamat, mert ahogy mondtam, meg vagyunk hívva egy ilyen kis baráti összejövetelre, úgyhogy éppen most fejezem be a sminkemet, és remélhetőleg a hajamat is, és el kell indulnom 15 perc múlva. Úgyhogy nagyon próbálok sietni. Gyorsan feldobtam egy sminket, raktam ilyen glittert az arcom, a szememre. Általában a glitter, hogyha rakok, vagy nem glitter, hanem csillám. Hogyha azt rakok a szememre, akkor az egész sminket így kicsit így extrává teszi, és gondoltam, hogy ez egy ilyen gyors megoldás. Nem akartam sokat szórakozni a sminkemről, úgyhogy ez egy ilyen gyors megoldás volt. Úgyhogy remélem, hogy jól néz ki, és hogy jól fog mutatni a ruhámmal. Azt sem tudom, hogy mit vegyek fel, úgyhogy ez ilyen nagyon gyors elkészülés mindennel együtt, ezért nem is vlogoltam, mert ahogy hazaértem, csak gyorsan kipakoltam. Azt kell rólam tudni amúgy, hogy én az vagyok, aki azonnal kipakol mindent. Régebben nem ilyen voltam, de amióta a barátommal együtt élek, és voltunk már több helyen így együtt nyaralni, ő az, aki azonnal ki kell pakolnia, ahogy hazaért, úgyhogy ezt így tök jól átvettem tőle, és nagyon örülök neki, mert régebben volt, hogy napokig nem pakoltam ki, és csak így halogattam, viszont most így szerencsére ezt átvettem tőle, ezt a jó szokást, úgyhogy azonnal kipakoltam, és akkor gyors zuhany, arclemosás, újra arcfelrakás azonnal, úgyhogy így az elmúlt mennyi, 40 percben csak így folyamatosan sürgettem mindent, úgyhogy ezért nem fogtam meg a kamerát, de most sikerült egy kicsit, és úgy érzem, hogy hogy kész is vagyok nagyjából, még egy kis highlight, haj, és indulunk is! Sziasztok! Most már vasárnap reggel van, és éppen most fejeztem be egy házmutatást, kicsit poros az autóm, el kell mennem ma lemosatni. Ebben a hétvégében, amikor elmentünk most ugye a Temekülába, ott nagyon ilyen poros, meg köves, meg ilyen sivatagos por volt mindenhol, úgyhogy muszáj kívülről, belülről kitakarítatnom az autómat, úgyhogy ma azt el fogom intézni. De ma úgy indult a napom, hogy eljöttem el megmutatni egy házat reggel 9:45-re, most már 10 óra 30 van, most fejeztem be, és most pedig át fogok költözni majd itt az autóban, és elmegyek a Larához, és a Larával el fogunk menni a Farmers Marketre. A vasárnap az mindig a Farmers Market reggel, úgyhogy a Larával fogok ma menni. Át kell öltöznöm, mert amikor mutatok egy házat, akkor nagyon ilyen konzervatívan szoktam lenni, és ami nagyon meleg van, és ez egy ilyen kardigán, ami föl van így gombolva egészen a nyakamig, úgyhogy alig várom, hogy átöltözzek, hoztam magammal váltóruhát, meg cipőt, mert magas sarkú vagyok, hogy akkor abba át tudok öltözni, és akkor úgy megyünk a Farmers Marketre. Most gyorsan elvizitek Larához, átöltözök a kocsiba, és irány a Farmers Market. Hi! Stay here. Hi, Coco! I'm vlogging. Hi, baby! Hi! Coco, say hi! Hi! Átöltöztem én is, úgyhogy nagyon meleg van, úgyhogy végre át tudtam öltözni, és megyünk vásárolni. What do you want to get from the farmer's market? Of course I'm getting the hummus. I'm here for the hummus. Is the hummus? Hummus. 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 And then the labneh. Yes.
I'm getting the Erlum tomatoes. Oh, you're making getting a that. Salad. And then what else? Probably like that's it for me. Maybe like I get okra. You remember the okra I made as a snack? I have to make cat deal. So good. He's done. Yay. I'm so gonna have like to close the mirror. Okay. Every single thing. I bought avocado yesterday. I can't believe he still has that line. It's crazy. Girl, it's annoying. It's not cute, but it's fine. You know, have you tried this falafel? Yes, it's so good. So tell us what you got. I have my new set of accessories. So beautiful. I love them. And hummus. Of course, the hummus. I got, and he's for Coco. We got him like chicken necks, chicken feet. He loves them. He loves them. And I only got tomatoes, so I was boring today. I almost lost my water bottle. But that's... Oh my god, I was like, I was gonna cry. Because like, nothing lasts with me for like more than a month. Like sunglasses. Except me. I lose them, except for you. Can't lose you. Végre itthon, és gondoltam, hogy gyorsan mondhatom, hogy miket vettem tegnap is még ott Temekülán. Először is mondtam, hogy most vettem ezt a három Erlum tomatoes, ebből fogok csinálni nagyon jó salátát, és fogom hozzá használni az egyik olívaolajat. Szóval elmentünk erre az olívaolaj kóstolásra, rengeteg különböző olívaolajat kóstoltunk meg. Ez egy olívaolaj farm, ami ott van, és ott csinálják helyben, organikus, nincsen benne semmi rossz dolog, csak magán a tiszta olívaolaj. Mindegyikben van ízesítés. Ez például, ez volt az egyik kedvencem, ez olívaolaj és bazsalikom, tehát a bazsalikomot is ugye belenyomják annak az olaját, ami kijön, és ennek ilyen nagyon finom bazsalikom ízű olívaolaj ez. Ez nagyon-nagyon jó például a paradicsomra, salátára rárakni. Ezzel nem főzni kell, hanem inkább salátákra jó, esetleg zöldségekre, nagyon finom például, hogyha csinálsz esetleg ilyen tepsis krumplit, és akkor annak a tetejére rárakni akár balsamic vinegarral, ami balzsam ecet, ha jól tudom. Megvettük az eredeti, ami a sima olívaolaj, ami csak egy nagyon egyszerű, ezzel lehet főzni is, ezzel lehet csinálni akár sütiket is, lehet csinálni olívaolaj süteményt ebből, ami nagyon-nagyon finom, én azt ettem már többször is, és el akarom majd készíteni. És akkor ez pedig a Mediterranean olívaolaj, amiben van olívaolaj, bazsalikom, oregano, rosmaring és fokhagyma. Szóval ebben ez van, szóval ez egy ilyen mediterrán olívaolaj, ezt a hármat vettük ott, és vettünk egy ilyen beüvegezett pickled, savanyított, nem tudom, hogy pontosan mi, fokhagyma, tehát ez egy ilyen üveges fokhagyma, és ez ebbe érlelődik. Van benne valami olasz fűszer keverék, és ezen kívül a Farmers Marketon vettem ezt a kurkumaport. Ezt képzeljétek el, hogy ez egy ilyen latte, ebben nincsen más, csak kurkumapor, gyömbérpor és fahéj. És ezt csak össze kell keverni tejjel, hideg tejjel, felrázod, mint egy ilyen séket, és ez egy ilyen nagyon-nagyon jó, leviszi a gyulladást a szervezetedben, ugye nyilván a kurkuma, meg a gyömbér, ez nagyon ilyen gyulladást csökkent, úgyhogy minden gyulladást levisz, ezen kívül stressz ellen jó, úgyhogy gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, ami mindenképpen egészséges, és még az íze is nagyon finom. Nem gondolnád, hogy finom amúgy, mert ugye a ginger, meg a turmeric, az együtt azért nem egy kellemes kombináció, viszont ott megkóstoltam, helybe csináltak nekem egyet, és nagyon finom volt, hogy azért döntöttem úgy, hogy megveszem. Úgyhogy ez minden, amit vettem, úgyhogy most gyorsan át fogok öltözni, mert el kell mennem egy másik házmutatásra délután 2-kor. Fogok költözni újra. Ez egy ilyen utolsó pillanatban bejött házmutatás, és oda el kell ugranom, viszont oda jön velem már a barátom is. Ő délelőtt neki is volt dolga, úgyhogy ő velem most fogok találkozni, most fogok hazajönni, és akkor elmegyünk megmutatni egy házat, ebédelünk valamit utána talán, aztán este meg el kell mennem bevásárolni. Nem szeretek elmenni bevásárolni napközben vasárnap, mert tumultus van mindenhol, nagyon meleg van, dugók vannak, úgyhogy általában megszoktam már ilyen este 7-7:30, és akkor szoktam elmenni, amikor már senki sincs kint nagyon ez a szándékkal. Úgyhogy ez a terv, tudok mindent, ami történik. Átöltöztem, felvettem egy ilyen miniszaknyát, ez alós, egy ilyen sima pulcsit? Rövid ujjút. I said I'm wearing a pullover. No. Cardigan. I'm not. And shoes. Zipper.
Táska, és indulunk. Where are we going, babe? We're going. Well, look, we have to start going to new places. It's going to be like almost on repeat. I know. I'm sorry. Megint megyünk ugyanarra a sushi helyre, amire legutóbb. Tehát ezt szeretjük. You like it. Anything new thing that we're going to try today? Yes, we are trying a new thing and we're going to show everybody what we're trying. So it's really good. It's going to be great. It's going to be great. So bright. That was so good. Most végeztünk a sushival. Tell them how much you love the sake. Of course I love the sake. You didn't want it though. I didn't want the sake. Én nem akartam sakit inni, mert két napig boroztunk, és úgy voltam vele, hogy elég volt, de végül is lecsúszott egy üveg sake. Right? Yeah, it was so good. És most pedig van egy-két elintézni valónk, aztán fogunk aludni egyet, mert nagyon korán keltem, és tegnap későn feküdtem le, és elég fáradt vagyok, úgyhogy délután alszunk egyet, aztán este megyünk találkozni a Davidnek az unokatesójával, meg a barátnőjével, és velük fogunk vacsorázni Glendale-be egy ilyen perzsa étterembe, right? Is it Persian? It is Persian. It's like Mediterranean. No, it's Persian. Persian? Well, it's an Armenian. I'm saying that we're gonna have dinner with your cousin. Yes, it's gonna be fun. Let's go. Itt vagyunk az autóban, és megálltunk egy ilyen perzsa élelmiszerboltban, mert a barátom akart tenni egy-két dolgot. Úgyhogy gondolom, hogy megmutatom nektek, és el tudjuk nektek magyarázni, hogy mi micsoda, hiszen én annyira nem értek hozzá. Szóval ez az első. Can you explain me what this is? Okay, this is a Persian shallot yogurt dip. It's called musta musir. It's a Persian yogurt. Okay. Really delicious. So ez egy perzsa joghurt, ami amúgy van benne hagyma, right? There's like hagyma in it. There's hagyma in there, yes, for sure. És, and garlic. És amúgy ebből nagyon jó salátákat lehet csinálni, krumpli salátát csinálnak ebből, és amúgy a perzsa kultúrában chipset is bele szoktak mártogatni és úgy enni, right? You dip the chips in it. Exactly. Okay, that's number one. Well, number two. I don't know how to explain what is this? Here. Is that the milk on top? Yeah, that's like the heavy, szóval, fattiest milk. Szóval felforralják a tejet, és ami a tetején megáll tej, azt kiszedik, és azt felhabosítják, vagy felverik, és abból lesz egy ilyen habosított tejkrém, és ezt általában mézzel, vagy valami dzsemmel, vagy ilyesmire szokták enni. Én nem eszem ezeket amúgy, mert ez mind tejtermék, de ő nagyon szereti. Right? You eat this? Honey. Sweet, yeah, oh, like honey, so good, like or honey jam. And bread. Oh my right? God, it's heaven. And then ez egy ilyen joghurt ital, egy ilyen perzsa joghurt ital. That's like a yogurt water and yogurt mix. És tea, ez egy ilyen perzsa tea, amit szokott inni, meg én is szoktam inni, én nagyon szeretem a perzsa teát, és ez amúgy egy fekete tea, right? It's black tea, right? It's black tea, exactly. Fekete tea kardamommal, és szokott belerakni rózsavizet, úgyhogy azt általában minden nap szoktuk inni igazából, amióta vele együtt lakom, azóta nagyon sokat szoktam teázni, előtte sohasem teáztam, úgyhogy ez lenne minden, amit vettünk, és most pedig megyünk haza. Oh yeah, the last thing, the yeah, chocolate. We got a little dessert. Ez fekete, nem, miért étcsoki, és van benne pisztácia. Yay, let's go home! És újra átöltöztem, hogy magamra kell raknom a fülbevalomat, meg a nyakláncomat, de felkötöttem a hajamat, ezer éve nem volt felkötő, úgyhogy gondoltam, hogy itt az ideje. Felvettem ezt a nadrágot, ezt amúgy most kaptam egy brandtől, már posztoltam róluk, és küldték, hogy csináljak contentet róla, úgyhogy majd megmutatom mindjárt, hogy hogy néz ki egybe, és magarodott ezt a hosszú út, mert este már kezd lehűlni a levegő, és megyünk Glendale-be, mert találkozunk a Davidnek az unokatesójával és a barátnével, és megyünk vacsorázni. Talán itt jobban látszik, meg tudom mutatni ezt a nadrágot. Ez egy ilyen nagyon bő és elég ilyen low-rise nadrág, de látni fogjátok, mert fogok róla posztolni majd Instagramon is. Szóval most értünk ide Glendale-be, és 30 perc, ameddig kell várni az asztalunkra. If you want to tell everyone like what this place is about. Yeah, Rafi's place is like a Armenian Persian restaurant, very, very, very popular. And we haven't been here before. I haven't been here in a very long time, so I never been. So I am very excited to see how you're gonna like it, actually. Exciting. Yeah.
Oh, that one is Malibu. What do you mean? But they want to leave. They want to pass. Oh, they have an espresso here, babe. I know, but it's not. So cute. Most értünk haza, és el fogok most köszönni tőletek, mert már nagyon késő van, és még le kell zuhanyoznom, le kell mosnom az arcomat, és úgy döntöttem, hogy holnap reggel mosom meg a hajamat, mert most már túl késő van. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a hétvégi vlogban, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!